Na sziasztok, én Szám vagyok, és mindenkit köszöntök a legújabb videómban. Elhoztam ma egy pár egyszerű, de nagyszerű tippet, amivel nagy előnyre tettek szert a megfelelő helyzetekben. De mielőtt belekezdenék a tippekbe, el szeretném mondani, hogy egy újabb nyereményjátékot tartok. Annyi a dolgotok, hogy bekövettek Instagramon, és egy szerencsés nyertesnek 1000 V-Bucks-ot sorsolok ki. A nyertes pontosan egy hét múlva fogom kisorsolni, és lesz róla poszt az Instagram napi sztorimban. Szóval, hogyha részt szeretnél venni a nyereményjátékban, csak kövess be Instagramon, ott lesz a link a leírásban. És akkor vágjunk is bele a tippekbe. Az első tipp RPG-vel kapcsolatos lesz. Ha egy ellenfél beboxolja magát, nyilvánvalóan nem fogod tudni megsebezni vele a falakon keresztül. Viszont, hogyha a rakéta becsapódás pillanatában jól időzítve lősz az ellenfeledre, nagy eséllyel megsebzed, mivel még nem tudta a falakat visszaépíteni olyan gyorsan. A trükk megfelelő kivitelezése egy kis gyakorlást igényel, mivel jól kell időzítened a lövésed, mivel közvetlen a robbanás után kell lőnöd. Ez a trükk akár dinamittal, klingerrel vagy gránátvetővel is működhet, de ezzel a leggyorsabb és legkevésbé kiszámítható. A következő tip screameken, aréna módban és versenyeken leghatásosabb. Mindenképpen kell, hogy legyen egy dótársad a trükkhöz. Ugyebár a riftugóval képes lehetsz ellenfelet is magaddal vinni, hogyha közel vagytok egymáshoz, akár akkor is, hogyha köztetek fal van. A játék késői fázisában ez elég gyakori, akár még 30-an is élhetnek a legkisebb körökben, és így ebből adódóan nagyon zsúfoltan vannak a játékosok. Ha ilyen helyzetben lennél és egy ingyen kill szeretnél szerezni, tedd a következőt. Természetesen győződjetek meg előtte róla, hogy mellettetek, alattatok vagy fölöttetek közvetlenül van ellenfél. Állj olyan távolságra a társadtól, hogy ne vigyen magával. Mielőtt riftezne a társad, dobj rá két klingert. A magával vitt ellenfél vagy ellenfelek 200 sebzést fognak kapni, így garantáltan meghalnak. Azért kell, hogy messze állj a társadtól, mert hogyha magával vinne, neked is annyi lenne. Most a Launchpadhez fogom mondani egy trükköt, amit szintén az arénában a leghatásosabb alkalmazni. Már adtam egy hasonló tippet régebben, viszont a sokkal körülményesebb és nehezebben kivitelezhető. Ugyebár a Launchpad egy tökéletes tárgya rotételésre, és az egyik legbiztonságosabb módja a következő körbe való bejutáshoz. Viszont létgémben nem kell akkora távolságot megtennünk vele, így az inkább hátrány, hogyha magasra feldob, mivel sokáig ki leszünk szolgáltatva a körülöttünk levőeknek. Ezért tedd azt, hogy az egyszer egyeden belül helyezd el a launchpadet, editeld ki a padlót és a piramista látott módon, és üsd ki a padlót. Akár treppeket is rakhatsz a launchpad köré, hogyha egy ellenfél szeretné használni, akkor esetlegesen megsebez vagy kivégez vele. A gúlából képzett lépcsőnek köszönhetően nem repülsz fel magasra, de így is nagy távot tehetsz meg rövid időn belül. A következő tipp az egyszer egyesben kempelők ellen jöhet jól. Ha a falát turbóbérdeli az ellenfelünk, nem tudjuk azt átvenni, de megtehetjük azt, hogy berakunk hozzá egy lépcsőt. Ahogy kiütötted a falát, ne engedd fel az ütésgombot, csak válts lépcsőre egyből. Ha sikerült a lépcsőt berakni, lehetséges, hogy azzal kezd el inkább foglalkozni zavarában, és átveheted utána a falát. A bombóval viszont pofon egyszerűen megszerezhetjük az ellenfél falát. Általában fával építenek a játékosok, így abban az esetben elég egyet belőtni előtte csákánnyal. De hogyha téglából vagy fémből készült falat szeretnél átvenni, akkor annyit üss bele, hogy 100 életereje legyen maximum. Ha ez megvan, válts íra, kattints egyet gyorsan, majd válts falra és tartsd nyomba az építést. Szinte garantált, hogy tiéd lesz a fal, kivéve, hogyha nagyon magas a pinged az ellenfeledhez képest. Remélem, hogy hasznosak voltak ezek a tippek, és hogy sikeresen fogod ezeket alkalmazni. Ha tetszett a videó, ne felejts el feliratkozni, hogy ne maradj le egyetlen egy oktató videóról se. Sok sikert a harctéren, én Szám voltam, sziasztok!